A Zebra Etetőt a Juventus Hungary podcast sorozatának legújabb epizódját hallgatod. Ha szeretnél első között értesülni a legújabb részekről, hírekről, fejleményekről, kövesd a Facebookon, Instagramon, YouTube-on és TikTokon a Juventus Hungary oldalát. Illetve megtalálsz minket Zebra Etető néven iTunes-on és a Spotify-on is. Várjuk a kommenteket a kommentmezőbe, és megköszönjük, ha értékelsz minket a felsorolt oldalakon. Kezdünk! Chiesa, provasalta il nuovo, Chiesa ce la fa il portiere, Chiesa con Ucci la palla in rete, portiere della parte, Vlahovic, Vlahovic, alla prima palla in Champions, la Juventus è in vantaggio. Sziasztok! Az utolsó beltetőre gyűltünk ma össze. Meg sem néztük, amikor elkezdtük, de pont úgy jött ki, hogy az átigazolási idő csak utolsó napján jövünk utoljára. Úgyhogy tökéletesen kijött ez a dolog hétről hétre. Én már is megtapsolom magunkat, hogy azért ezt hétről hétre lehoztuk. Ebben a nagy melegben azért jó volt. Megtapsolunk titeket is, hogy jöttetek minket mindig hallgatni, annak ellenére, hogy egy szem bárány van, aki hosszú távon érkezett a nagy csapathoz, és nem is nagyon várunk mást. Aztán még estig robbanhat a bomba, de azt hiszem, hogy azért ettől nem kell nagyon félnünk. Ahogy már megszokhattátok, szia Dedi, Dedivel vagyunk itt. Szia, sziasztok! Hát igen, amikor elkezdtük ezt az egész beltető sorozatot teljes lelkesedéssel, akkor nem gondoltuk volna, hogy ennyire semmilyen lesz. És egész nyáron csak arról fogunk beszélni, hogy találgatások és pletykák, de semmi komoly. Ezt az egyet leszámítva. Plusz... Ezt jól megbeszéltük. Igen. Jó, hát ehhez nem is nagyon tudunk mit továbbiakban hozzáfűzni. Van még azért pár pletyka, meg azért az elmúlt héten történtek nagy dolgok. Pontosan ma lett egy hírvigó, ami még fontos azért, úgyhogy beszélünk majd arról is. Előjáróban, hogyha már elkezdődött a Serie A, akkor minden egyes beltetőn fogjuk meg az alkalmat, amíg az igazi zebra etető vissza nem tér, hogy beszéljünk a meccsekről. Ugye volt itt egy kis hurrá hangulat az Udinéze elleni 3-0 után, aztán kicsit visszajöttünk a földre a Bologna elleni 1-1 után. Hogy érzed? Múlt idéző volt. Úristen. Hát nehéz bármit is mondani. Bár azért az Atalanta elleni második fél idő már azért ott más hoztuk ugyanezt a... Udinéze. Bocs. Udinéze. Én meg csak ismételek, mint egy hülyét. Szóval igen, az első fordulóban, második fél idejében ebben nem lehet belekötni. Ez így jó. A második fél idejében ugye ott már teljesen visszaálltunk, de hát ugye értelemszerű 3-0-ra vezetünk, de azért nyilván ott azért várna még valamit az ember, de nem kaptunk semmit. Azért ezt nem sejtettük, hogy a második meccs teljes mértékben leül a játék, és gyakorlatilag megint csak ismételni tudom magamat, amit a tavalyi teljes szezon, majdnem teljes szezonban látunk, hogy ez a kilátástalanság uralkodott a pályán, és nem tudta, tehát konkrétan azt láttad, hogy nem tudják, hogy mit kéne csinálni. És megint az volt, hogy támadásban zéró ötlet. Zéró begyakorolt figura. Én nem is tudom. Tehát, hogy... és utána gondolkodsz el ezzel, hogy az első meccsen csak véletlenül ugye betaláltunk az első két percben, hogy a kéz a góljába, tehát ott gyorsan megszaladtunk, és csak a véletlennek, idézőjelben a véletlennek köszönhető, hogy így összejött ez a meccs, alapvetően meg semmi sem változott lényegében. Én nekem ez a dolog megerősíti azt, amit már egyszer itt elmondtam véleményként az egyik podcastben, nem is tudom már mikor, hogy Allegri olyan szinten, mert sokszor mondják róla, hogy ilyen régi stílusok edzője, meg nem nagyon fogadja el az újításokat. Én szerintem ez annyira így van, hogy a VAR bevezetése az Allegrinek tette a legtöbb rosszat. És el tudom még azt is képzelni, hogy ő azért volt olyan sokáig szüneten, miután ugye a Juventustól elment, meg visszajött, hogy kicsit felkészüljön erre az időszakra, bár ez már inkább belemagyarázás, de pont összejön, összeillik vele. Ugye beszéltünk már róla, hogy neki ezek a nüanszok számítanak, amit nagyon sokszor ki is emel, hogy ugye andó az a Cuadrado gól, ami a 2015-16-os idényt normális
mederbe terelt, akkor tavaly is láttuk a... Jaj, most megint belefog... Ups. Eltűntél. Romba nyertünk volna, azt hiszem volna most már, nem? Szóval... Szóval... ezek a nüanszok számítanak, és ez meccs közben is így van. Hogy ezeket a meccseket, például a múlt hetét is, az VAR nélkül megnyertük volna, mert azt a gólt, amit elvettek tőlünk, azt megadták volna VAR nélkül, ez teljesen egyértelmű, és erre millió példa van a tavalyi évből is, hogy azok a meccsek, ahol kikaptunk, vagy ahol X lett, vagy ilyen szörnyű dolgok történtek velünk, azoknál mindegyiknél volt egy olyan lélektani pont, amikor semmiből jött volna egy Juventus gól, de valamiért visszafújták, valamiért elvette a VAR, valamiért nem adták meg éppen ezt a helyzetet. Szóval ezek a nüanszok nem jönnek az Allegri csapatnak, mióta a VAR vissza tudja nézni a meccseket. Hát nem, de nem is erre, bocsánat, hogy közbevágok, de nem is szabad erre az egészet rákenni. Tehát, hogy nem akarom az egészet rákenni, csak valahogy van egy ilyen véleményem erről, hogy ugye a támadójáték hiába jött Magnanelli, azért valamit biztos fog segíteni, de Allegri felfogásában a támadójáték az, hogy vagytok ott tök jó játékosok, oldjátok meg valahogy. És ha valahogy oldjátok meg, benne van az, hogy úgy, ez a minden meccsen találsz úgyis egy gólt témaköre, viszont hogyha erre építkezel, akkor ezeknek az apróságoknak 100%-osan teljesülni kell, vagy legalábbis nagyon nagy százalékban, hogy sikeres legyél. És VAR nélkül ezek a dolgok nagyon nagy százalékban jöttek is. Mióta van VAR, vissza tudják nézni, kikockázzák, nem tudom, de ezek a körömnyilesek, milliméterlesek. Na jó, de hát a Vlahovics első gólja, amikor ugye Rabiot találták, azt hiszem lesen, az szabályokat szigorúan nézzük, akkor az tényleg les volt. Tehát abban nem tudsz belekötni. Én csak azt mondom, hogy ezt VAR nélkül megadták volna. Hát jó, oké. De ott volt ellenben a Bolognának a 11-es, amit nem adtak meg, azt is simán megadhatták volna. Tehát, ugye, ott csavaroztak, tehát ott is erről van szó. Hogy azok a nüanszok, amik a meccs képét tudnák. Hiába, most oké, értem a szabályszerűséget, nem is ezen rugózok. Akkor tudod, benne volt mindig is a játékban a bírói hiba, az, hogy elnéz valamit, az, hogy így pattan a labda, úgy pattan. És ezek a dolgok általában jól pattantak VAR nélkül a Juventusnak. Mióta van, ezeket majdnem teljes mértékben el tudják venni csapattól. Én meg azt mondom, hogy egy Bolognát egy Juventusnak VAR nélkül, VAR-ral akárhogy meg kell vernie. Mert ha nem adnak meg egy gólt, meg nem adnak meg egy 11-est, akkor rúgni kell még egyet. Mert a csapatközti különbség azt mondatja, hogy ennek így kell történnie. Hát ezzel abszolút egyet értek. Ugye most a bírók meg, és azért csinálják ezt, én azt hallottam, hogy kapnak egy értékelést a meccs végén, és akkor lényegében magasabb értékelést kapnak, hogyha nem hívják ki minden szarhoz a VAR-t, minden adott szituációhoz, ezért egy magasabb értékelést kaphatnak pontszámban, és ők, ha jól tudom, akkor a pénzüket is ez szerint az értékelések alapján kapják. Na már most miért nem megy ki a Bologna elleni meccsen a 11-eshez, meg azt hiszem még volt más szituációs, ahol nem ment ki? Azért, mert nem akarja, gondolom, a saját értékelését ezzel lerombolni. Na most ez úgy jött össze neki, hogy el is tiltották, én úgy tudom, most 3 hétre. Szóval az olaszok elég, egyébként is híresen nem tudnak a VAR-ral mit csinálni, meg bánni. Tehát ezt, amióta a VAR létezik, azóta az olaszok bizonyítják, hogy képtelenek normálisan használni, mint más országokban. Nem megy valamiért. És akkor ezt még ezzel tetézik, hogy akkor most kitalálták a bíróknak ezt az értékelését, aminek tényleg lehet az lesz a következmény, hogy rohadt kevésszer fognak kimenni varozni, holott pedig ki kéne menni.
Igen, erről én is hallottam. Én nem tudom, hogy miért keverik ezt ennyire rossz irányba. Mindegy. Amúgy a meccsről az a véleményem, hogy kicsit valóban visszahúzott a földre. Amúgy ezt is végignéztem, ha már múltkor elmondtam, hogy fennmaradok-e vagy nem, úgyhogy ilyen szempontból ez egy jó értékmérő, hogy azért még le tudott kötni. Én azért ezt a meccset nagyon sok tavalyi hasonló szenvedésnél jobbnak ítélem játékképe alapjából, ilyen, hát hogy csak azért, mert még frissebbek, mert idén de inkább a második fél idő alapján, nem? Sem mint az hát első. Hát nyilván, Az igen, első az igen, borzalmas volt. Tehát ott, mert én is leültem nézni, csak én úgy voltam, hogy megnézem az első fél időt, mert nekünk volt jegyünk az atlétikai VB-re, nem mondom, az első fél időt még pont meg tudom nézni itthon, és akkor remélem ugyanúgy eldöntjük, mint az első fordulóban, hogy már nem nincs mit nézni a másodikon. Hát ahhoz képest annyira borzasztó volt az első fél idő, hogy talán a 25. percben mondtam azt, hogy akkor köszi, hello, és léptünk itthonról. Mert mondom, én ezt nem fogom végig szenvedni, megnézni. Persze, amikor odaértünk, itt szépen telefonon benyomtam a meccset, és akkor így félszemmel néztem, meg láttam is nagyjából a történéseket. De akkor te, mint aki végignézte teljes mértékben az egész meccset, a második fél idő már nem volt olyan vészes. Mondom, abszolút le tudott kötni, végig tudtam nézni. Azért én is úgy voltam már tavaly sok meccsnél, hogy hát kikapcsolgattam már, mikor nagyon felidegesített. Azért ennél még itt nem jártam. Mondom, továbbra is önreflexiókat tartok, hogy ez most annak az oka, hogy ennyi ideig nem volt Juventus meccs, vagy annak, hogy tényleg jobban játszunk. Egyelőre se nagyon ideges nem vagyok, se véres szájjal nem követelem a Allegri leváltását. Várom, hogy jöjjenek a meccsek, nézzük, hogy mit mutatnak, mondom, és azt ajánlom mindenkinek, az első komoly érvet az idei évről október végén húzzuk meg. Én ezt minden évben így csinálom, és általában mindig igazam van, úgyhogy kérek mindenkit, hogy ezt így tegyük. Oké. Okay. Hát nem tudom, én a meccshez nagyon többet nem tudok hozzáfűzni, mivel nem nagyon láttam, tehát hogy utána már nyilván az összefoglalót nézegethetem meg, értékeléseket olvasgathatok, de hát mindenki negatív véleménye volt. Nagyon hamar el tudunk menni abba az irányba, hogy most azért vagyunk mi, hogy legyünk értelmes szócsöve a Juventus szurkolóknak, úgyhogy azért is mondom, hogy ne. Többet tényleg nem is érdemes róla, majd ez a igazi zebra etetőknek lesz a feladata, hogy itt kicsit mélyebben belemenjenek a meccsbe. Nekünk szerintem ennyi elég, és ha már itt vagyunk az átigazolási időszak utolsó napján, akkor kezdjük Bonucci-val, aki végre, nem végre új otthon talált az Union Berlinben. Schäfernek lesz a csapattársa. Ezzel kapcsolatban mik a érzéseid? Végre. Hát annak örülök, hogy nem került kb. Jakint a sorsára, aki úgy töltött el még itt, vagy másfél-két évet, hogy lényegében nem láttad, mert a fiatalokkal edzett, és ennyi. Mert ugye pályára nem lépett egyszer se a végén, és a keretbe se volt soha. Azért most ez Bonuccival csúnya lett volna, hogyha ez történik. Azért reménykedtem benne, hogy hát meg ugye akkor nekünk kéne még a fizetését is állni még egy évig, ami azért nem mellékes, hogy nem mi fogjuk. Remélem nem mi de fogjuk. De egy kicsit fogunk azért. Igen. Egy 25%-nyit fogunk, aha, már úgy olvastam. Még az, jó, még az se rossz. Hát figyelj, valahol le kell vezetni. Én azt furcsálom, hogy őt egyébként nem hívták Szaúd-Arábiába. Nem tudom, hogy nem tartották kellően erős játékosnak már ahhoz, hogy őt oda vigyék, na mindegy, ez fura. Union Berlin, hát figyelj, abból a szempontból szerencsésebb neki, hogy ő legalább fog játszani a Bajnokok Ligáját. Méghozzá a Napoli ellen, meg a Madrid, meg a Braga ellen fog játszani a csoportba. Mit szólnál, hogyha Bonucci ott megtréfálna a Napolit egy kicsit? Igen. Azért az úgy... Annak mi Juventusosok így búcsójándéknak szerintem örülnénk. Igen, mutattam ezt a podcast hallgatóknak, de Bonucci gól örömét adtam elő, úgyhogy... Hát, én jó sokat beszéltem már erről a témáról régebben is.
Még annyit hozzátennék, hogy én szerintem azért nem találtok neki annyira csapatot, mert van vele valami gáz, ami szerintem futballista berkekben egyértelmű, csak nem kommunikálják a külvilágnak. Azért ilyen, hogy mondjam, ilyen niperhegi pletykák, meg ilyen folyosói beszélgetések, megkérdezik azt, hogy mi volt ott 2017-ben a BL döntő szünetében, megkérdezik azt, hogy miért ült ennyit a padon, megkérdezik azt, hogy mi volt az a kávária a vezetőséggel, stb. Szóval azért neki van egy jó nagy sztoria azzal kapcsolatban, hogy hányszor büntették, hányszor veszett össze, miért ment el a Milánhoz, miért jött vissza a Juventushoz. Szóval azért jó sok kérdőjel van itt, amit lehet, hogy egyszer majd megír egy könyvbe, addig meg csak azt tudja, aki ott futballista berkekben focizik, vagy nem tudom, de én szerintem ez mindenkinek nyilvánvaló, aki a pályán van, és mi meg csak találgatunk, akik itt kívül, de valami van, ami egyértelmű, hogy nem tesz jót a... Tehát ez legalább ez egyértelmű, hogy az öltözői hangulatnak nem tesz jót, és szerintem főleg akkor nem tesz jót, hogyha nem ő a szószóló meg a vezér az öltözőben. Én valahogy valami ilyesmi problémára viszem vissza a dolgot, és azzal, hogy ki lett mondva, hogy Danilo lesz a CSKA idéntől, ezt a szerepét teljesen elvesztette, és azért az is furcsa, hogy februárban közölték vele, hogy mi lesz. Szerintem egy profi játékossal közölnek ilyet, akkor megérti, köszönöm, elkezd csapatot keresni, és akkor goodbye. Eleve, ha valahol nem látnak szívesen, akkor oda nem mész. És ha ezt így közlik, elajánlanak egy szép búcsú meccset, nem tudom, akkor el kell fogadni, és amúgy ez bullshit dumba, hogy jaj, én küzdeni akarok még a helyemért, meg nem tudom. Lehet, azt mondjuk el tudom képzelni, lehet arra játszott, hogy Allegrit kirúgják, aztán egy új edzővel friss tart ezen a nyáron, de hát mivel ez sem történt, meg még akkor is lett volna egy nyara normális megoldást esni erre a dologra, ahelyett, hogy üzengett a médiánát, meg nem tudom. Szóval ez is furcsa volt, meg ez is ezt a megosztó jellemet erősíti bennem. Nem kívánok neki amúgy rosszat, itt már teljesen el tudom fogadni, hogy ő már nem fog játszani, egyáltalán nem is gondolom, hogy hiányozni fog, és azért tényleg egy olyan csapathoz ment, aki BL-be játszik, és itt megnézi ő is, milyen a légiós élet, aztán valószínűleg vissza fog vonulni. Ő senki számára nem olyan az a típusú játékos, aki után annyira fogsz sírni, mint mondjuk egy Chiellini volt, vagy egy Buffon volt, mert szerintem ő ott, amikor a Milánba elment egy fél évre, akkor ott elvágta magát. És hiába visszajött, már nem tudott szerintem senki azzal a szemmel ránézni. Igen, ott volt valami törés mindenkiben szerintem. Én amúgy akkoriban állítottam, hogy szerintem az jó, hogy visszajött. Én azt is állítom, hogy voltak évek, amikor a világ top 3 védőjében benne volt. Lehet, aláírom, hogy lehet, hogy azért vagy úgy, hogy Chiellini meg Barzai mellette volt, de akkor a top 3, akkor Chiellini, Barzai, Bonucci. Akkor is benne volt. Szóval ezt nem lehet tőle elvitatni, és akkor pont azt akartam mondani, hogy most Juventus legenda, nem legenda, ez egy jó kis vita, nem tudom, valóban a Milánba való igazolása miatt talán azt mondom, hogy nem, egyébként sok nagy sikert ért, tehát ezzel a csapattal így velünk is, úgyhogy mondom, habzószájjal azért őt nem kell szídni, csak értjük, hogy mi van, és valóban ennek a sztorinak itt vége is. Ja. Akkor jöhet a három fiatal távozó, aki kölcsönbe került végül a Frosinonéhez. Igen, én kettőről tudok, de Frosinone, igen. A Szulé és a Caio Jorge. Hát de a Berenice is oda ment, nem? És oda ment? Na várj, ezt gyorsan megnézem. Na egyikünk hülyébb, mint a másik, úgy látom. Esküszöm, hogy én úgy láttam, hogy mind a három oda ment. Meg azt is beszéltük. Tényleg, igen, igen. Akkor azért is írtam, igen, mert megnéztem gyorsan, csak itt az utolsó időben a Caio Jorge meg a Szuléról volt szó, de ja, akkor Berenice is. Ilyeneket csak azért csinálunk, hogy akik hallgatják, azok majd kommentbe beírhassák, hogy megint nem tudunk semmit. Lássátok, hogy mi se vagyunk különbek, csak mi felvesszük azt, amit mondunk. Úgyhogy... erről mit gondolunk? Figyelj, nyilván nem tudott volna mindegyik játszani kellő mennyiségű percet az év során, mert annyi
Hát hó, mikor? Tehát a bajnokság van, meg a kupa lesz, tehát lényegében nincs annyi poronda, ahol ez meg lehetőségben nyílt volna. Arra, hogy fejlődjenek, meg tökéletes. A Kályó Zsors gyakorlatilag most ért vissza, egy meccsen villant annyit, hogy lássuk, hogy van még benne potenciál. Teljesen jó lesz, hogy ő ott gondolom sok percet fog kapni, sok lehetőséget, ki tud majd bontakozni, felveszi a széria ritmusát, megismerkedik úgymond a bajnoksággal, mert szerintem eddig nem sikerült. A Sulira, meg a Baraneseira ugyanez. Tehát lényegében menjenek, fussanak egy évet, és akkor jövő májusban meg újból értékeljük őket, vagy újból értékelik őket, hogy ki mennyire fejlődött, ki mennyire jó. Nem hiszem, hogy mind a három majd itt a Juventus tagja lesz a jövőt illetően. Inkább abban hiszek, hogy valaki jó lesz arra, hogy pénzt csináljunk belőle, valaki meg tényleg megüti majd azt a szintet. Azt a Juventus szintet egyébként, amit már kérdeztek minket kommentben, hogy mi az a Juventus szint, de majd ezt egyébként kivesészhetjük. Ha ezt megütik, akkor meg tud majd maradni. A Juventus szintre meg pont ezen gondolkodtam, hogy egy fél mondat erejéig. Én amikor azt mondom, hogy Juventus szint, mindig az jut eszembe, amikor gyakorlatilag a topon volt a Juventus Del Pieroig idejébe. Gyakorlatilag ez a 2006-os év volt az a top Juventus, amit én a Juventus szintnek tartok. És amikor én azt mondom, hogy nem Juventus szintű játékos, akkor arra gondolok, hogy azt a keretet vagy csapatot meg se tudnák közelíteni. Nem, hogy a csapat elkezdő 11-ben nem tudnak kerülni, de még a keretbe se lehet, hogy bekerülne. De akár még későbbről is idehozhatunk Juventust, amikor Kedirákkal és Pjaniccsal vagy Pirlóval, tehát ez az az időszak. Sokáig már Marchisiót se gondoltam, hogy olyan magas szintű lenne, hogy ő itt hosszú távon meg tudnám tartani magát, de ahhoz képest neki sikerült. De na, szóval ez a lényeg, hogy erre gondolok. Nem tudom, ez nálad hogy van. Igen, hát ez a szó, hogy Juventus szint, hát ez egy ilyen Kazinczi esze feladat, hogy akkor itt határozzuk meg, hogy ez micsoda. Azt kell mondanom, hogy igazat adok neked. Nekem van erre egy olyan értelmezés is, hogy az éppen aktuális Juventusnak a szintje-e. Ha már arról akarunk beszélni, akkor így fogom említeni, hogy az éppen aktuális Juventus szintje-e. A Juventus szint az nálam is azt jelenti, hogy történelmileg ebben a klubban van-e helye, vagy nincs. És az a helyzet, hogy jelenleg elég kevés olyan játékos játszik ebben a Juventusban, aki ilyen szempontból Juventus szint. Az, hogy a jelenlegi meg az elmúlt évek Juventusának a szintjét megütik-e, az viszont sok van, mert sajnos volt itt egy komoly hanyatlás a keret minőségét tekintve. Úgyhogy ja, ezzel egyetértek. Ha a Juventus szintről beszélünk, akkor szerintem legtöbben, és akkor ezen túl mindannyian arra gondoljunk, hogy a történelmi Juventusba belefér-e. A történelmi Juventusok, mint ahogy mondtad, a 2005-6-os, én nekem a 96-os, bár ezt nem láttam, de ugye amikor BL-t nyertek, nyilván az is egy történelmi Juventus. Sőt, abban a három évben, amikor háromszor BL döntőztek egymás után, akkor is. Történelmi Juventus az a Juventus, ami veretlenül lett bajnok Conte alatt. Na, az még egy érdekes felvetés, hogy abban se játszott azért ilyen szempontból sok olyan játékos, de azért abból a csapatból azért többet meg tudnék nevezni, mint akik a mostaniban játszanak. És aztán nekem még a 2016-os második fél év Juventus az, ami történelmileg kimagaslik. Előtte meg nem tudok nyilatkozni, mert az akkor még nem éltem, úgyhogy ezt nem tudom, de ez így, ez így, amire gondolok, amikor azt mondom, hogy Juventus szín. Igen, egyébként most biztonsági okokból lecsekkoltam Baraneseját, és valóban a Frosinone játékos lesz most. Én is megnéztem, azért mondtam, hogy... De én mondtam, hogy tudni. Igen, érdekes, akkor itt egy hármas különítvény van. Uh-huh. Az jó, egyébként tudják szokni. Érdemes lesz őket egyébként követni fél szemmel. Igen, Kályó Zsorzs azon az egy meccsen, ahol triplázott, nekem nagyon tetszett. Baraneche is tetszett tavaly, amikor pályára lépett.
és igazából Szulé is, szóval kíváncsi leszek, hogy mit fognak alkotni. Ha már róluk beszélünk, azért szerintem érdemes egy dologra rávilágítani az idei átigazolási szezonnal kapcsolatban, az pedig a Juventus Next Gen csapata, akivel kapcsolatban lehet, hogy fel is fogom vetni a Juventus Hungary szerzőinél, hogy lehet, hogy érdemes velük mélyebben foglalkozni, mert nagyon úgy néz ki, hogy a Juventus azt tekinti a jövő zálogának, fiatalokat megvesz, és akikkel komolyabban gondolkodik, akik szerintem akikkel tényleg felnőtt csapat rutint akarnak szereztetni, azokat kölcsönadják, tehát hogy így fog változni a kölcsönadás politika, ezért érdemes szerintem azokról is beszélni, akik most mentek kölcsönbe, mert ugye az elmúlt években megszokhattuk, hogy elment kölcsönbe, aztán sosem hallottunk róla. Most szerintem ez így változni fog a pénzügyi helyzetnek, meg így a klubot örülöl elő mindenféle érdekességnek, rossz, meg jó dolognak köszönhetően. És az U23 keretbe pedig azokat rakják, akiket tehetségként leigazolnak, és megnézik, hogy látnak-e bennük annyi potenciált, hogy egyszer majd a Juventus nagy csapatba beverekedjék magukat. Ennek első fecskéi Yıldız Huysen, és lehet, hogy a jövőre visszatérő Berenecse Szulé Kájó Zsorzs, és akkor lehet folytatni a sort, mert azért az U23-ban voltak igazolások, ugye most az utolsó napokban jött ez a holland srác, Komanencia, nem tudom, hogy kell kimondani, remélem, jól mondom. Ugye. De ő 3 millióért megvettük, és nyilván a Next Gen-be fog játszani. Igen, és ugye Facundo González is egy ilyen, mondjuk ő elment már kölcsönbe, tehát ő ebből gondolom, így felépítve a fejembe, hogy vele azért komolyabban számolnak, és akkor volt még itt egy igazolás utolsó napok, most nagyon tekerek visszafelé, hogy eljön, nem biztos, hogy megfogom, de addig beszélhetsz, hogy mit gondolsz erről. Én alapvetően tetszik ez a hozzáállás a Juventusnál, hogy most nagyon rámentek a fiatalok fellendítésére, és azt meg végképp tetszik, hogy ugye nagyon sokat ugye kipróbálnak az A csapatba, és hát a felnőtt csapatba. Nyilván ez tavaly kényszerűségből is adódott, de azért szerintem jól sült el ez a dolog, mert sok mindenkit láttunk, akit amúgy szerintem nem is láttunk volna, hogyha mindenki egészséges, és mindenki jó. Hát nem tudom, később akarunk erről beszélni, de különösen örülök neki, hogy azért egy-két játékos, mint például Irving Junior nem adtunk el, és itt tartottuk. Igen, őt meg sem említettem itt azok között, akik beverekedték magukat. Igen, a Fagioli is itt maradt, a Miretti is itt maradt, tehát ők neki tökre örülök, hogy így már velük rendesen számolnak. Ugye, hát a Illing Junior most ugye gólpasszt is adott, annak köszönhetően sikerült egyenlíteni, szóval őt nagyon bántam volna, hogy én ezt már mondtam is a legelején, az átigazolási időszak elején, hogy ha őt eladjuk, akkor nem vagyunk normálisak. Ugye most mindenkire azt mondtuk, hogy bárkit eladunk, vagy bárkit, ha oda kínálják a pénzt, akkor eladunk, de én pont ezt akartam, hogy tartsuk meg az értékeinket, ami van, és az ilyen fiatal tehetségeket, mint például ő, tartsuk meg, és szerintem ezekhez foggal körömmel ragaszkodni kell, nem pedig az, hogy egyből megváljunk tőlük. Ugyanez volt, bár nem tudom, most átérhetünk erre? Térjünk át erre. Nem találtam meg, hogy ki az, akit még igazoltunk, de mindegy, úgy is fogunk róla beszélni, ha érdemes lesz. Ha pozitívumokat akarunk felhozni az átigazolási időszakkal kapcsolatban, akkor nagyjából ezt tudjuk mondani, hogy oké, hogy nem vettünk senkit lényegében Veján kívül, és eladtunk játékosokat, de az is rohadt nagy pozitívum, hogy megtartottuk azokat az értékeket, amik már rendelkezésre álltak. Gondolok itt Vlahovicsra, mert én annak ellenére, hogy így rohadt szar szezona volt tavaly, biztos vagyok benne most is, hogy sokkal többre képes ő egyébként, mint amit látunk tőle.
és szerintem azért ezt a szezont azért nem kezdi rosszul. Ugyanez volt Kéza, hogy ráadásul az egyetlen brand márkánk, amit a Juventus-t el tudod adni, az pont Kéza, aki még nagyon fiatal, és hogyha őt eladtuk volna, akkor is nagyon kilettem volna, szóval ennek is nagyon tudok örülni, hogy ő is itt maradt. A Pogba ilyen fele tudja, nem tudom, majd véleményt mondok róla egy év múlva, mert én még mindig bízom benne, de hát nyilván nem tudod, hogy hány százalékát fogod látni az embernek. Lehet a 100%-ot már sose fogjuk látni, de lehet, hogy egy ilyen 60-at ki tud majd hozni magából ebbe a szezon során. Azért nehéz lesz neki is így visszarázódni, meg azt a szintet elérni. Kéza már talán tud már ilyen 80% körül, már rég jön magához képest. Akármennyire fáj kimondani, de örülök annak is, hogy Rabiot is itt maradt. Remélem a tavalyi Rabiot maradt itt, és nem a régi jön vissza, ha érted, mire gondolok. Szóval is, ez is egy tök jó dolog. Az már kevésbé, mondjuk egy Alexandrót nem tudtunk elpasszolni. Ja. Hát ja, őt kényszerűségből valószínűleg belső védővé mahinálja át Allegri. Érdekes gondolat. Lássuk meg, ez milyen lesz egyenlőre. Nem egy sikeres vállalkozás, de meglátjuk. Meg azért az is szerintem nagyon sokat számít, hogy sikerült végre túladnunk Arthuron, sikerült a Zakariás ügyet lezárni, a Piacát, akit évek óta azt tudjuk, hogy hol tengleng, őtől is sikerült megválni, akkor a Desiót nem értem, ő miért van még itt, meg ő hol van, meg mit akar, meg mi mit akarunk tőle, inkább ez a legfontosabb, de ő még itt van. Ő az elnök. Tényleg, de... Ő nem tudom, mit tud, hogy ő még itt népsorban létezik, de ott van. Nem tudom, kihagytam valakit? Igazából? Annak is örülök, hogy a Bremer Danilo szintén itt maradt. Ők is simán mondhatták volna, hogy lelépnek a picsába, mert nem lesz Bajnokok Ligája egyébként. Az más kérdés, hogy nem biztos, hogy akarta volna bárki is őket. Kicsit amúgy ebben az átigazolási időszakban megváltozott ez a nagy Bajnokok Ligájába akarok játszani, azért ide nem igazolok, oda nem igazolok dolog. Azért látod, hogy például a Liverpool is nagyon nagy átigazolási időszakot futott annak ellenére, hogy ott se lesz BL idén. Szóval én szerintem ez már annyira nincs a játékosok fejében, inkább lehet a pénz. Vagy hát nem jó, tudom, de nem vagyok számít. Azért ugyanabban a helyzetben, mert náluk van pénz, nálunk még nincs. Szóval... Hát azért mondom, hogy akkor lehet, hogy inkább a pénz, de akkor se a BL már az, ami... Tehát, hogy ha nincs BL, azért még pénzzel meg hát de azért játékosokat. Mondjuk egy... Most nem szoboszlájt akarom, mert neki mindenképpen ment volna Liverpoolba, de tök mindegy. Ha Liverpool hív, akkor azért arra számítasz, hogy ha nem is jövőre, de akkor azután egyből BL-be leszel. Hát ilyen szempontból a Juventus azért egy szinten van, nyilván pénzügyileg nem, de azért jövőre a BL-be várjuk magunkat is. Ja. No money, no honey. Na, a cím ismét megvan, úgyhogy nagyon jó. Szóval még akkor annyit szeretnék kérni mindenkitől, aki ezt hallgatja, hogy Next Gen-t is figyeljétek, mert ott lesznek nekünk a jövő nagy pályásai, és én is nagyon örülök, hogy ezt így fogjuk használni, úgy néz ki. Nagyon tetszenek a fiataljaink amúgy, és az a másik dolog, hogy sokan is vannak, tehát ez nem egy-egy ilyen kiemelkedő, mint régen, de emlékszel, összetettük a két kezünket, hogy Jovinkóból legyen valaki, aztán ja. Amúgy Isten tényleg, tudja, hogy... Ma jutott eszembe, hogy régen tényleg volt egy Jovinkunk, és akkor ő jött föl, mint fiatal, és akkor annyi volt nagyjából. Most meg itt marék számra vannak a fiatalok, és ez tök jó dolog egyébként, mert tényleg állítom, hogy itt a jövő Juventusát fel lehet majd építeni, és ha megéljük még azt a pillanatot, amikor Allegri innen nyugdíjba vonul, az lesz még igazán jó. Remélem. Igen. nem tudom. Egyébként, nem tudom, ez olyan, mint Putyin, hogy nem tudod, hogy jobb jön-e utána, vagy rosszabb. nem tudod az életet elképzelni, milyen nélkül, ami... Azt már tudod, hogy milyen vele, de abban nem vagy biztos, hogy milyen lesz, amikor már igen. Nem lesz. Lehet, hogy jobb megmaradni ennél a megszokottnál, mert már ismered. Istenem, a langyos víz mindig jó, nem? Tehát sokáig lehet
benne lenni. Igen. Ha Igen. már felhoztad a bajnokok ligáját, nagyon, ugye az előbb szóba jött a Liverpool-lal kapcsolatban, egy olyan kérdés merült föl bennem, hogy amúgy te akarnád azt, hogy most jelenleg ezzel a kerettel ott legyünk a Milán helyett a PSG Newcastle Dortmund csoportba? Szeretnéd azt látni? Vagy jó ez így? Hát nem tudom, akkor bekapcsolom a pankrációt, ha ilyeneket akarok nézni, szerintem. Hát, hogy abban több az öröm. Át, őszintén nem. Ezzel a, amit elvárunk ettől a csapattól, nem. Bár, nem tudom, különben meg a jobb csapatok ellen játszunk mindig jobban, szóval lehet, hogy még ez meg kihozta volna belőlük. Azért nézném el, mert hogy pénzügyileg azt tenne minket hát helyre, jó, meg a múlt szerintem ott a helyünk, jó, de igen. Egy ilyen halálcsoport azért szerintem kiporolna minket a francba onnan. Ja, persze a pénzügyi része az egyértelmű, de ha eltekintünk teljesen ettől, hát nem tudom, benne nem lenne egy ilyen félsz, hogy ugyanolyan lebőgés lenne az idén, ebben az év is a Bajnokok Ligájában, mint a tavalyi? Tehát igazából belegondolsz, megnézed a csapatot, most mi változott? Tehát úgy nagyjából ugyanazok fognak játszani. Tehát senki hát új. Félsz, nem tudom, azért az egy szint, hogyha a BM vagy a BL-be, az jó. Azért figyelj, lebőgés, a Barca is kiesett most. Nem akarok ügyeséget, mert Barca tényleg nem követtem, talán ez talán jobban tudod, de hogy az elmúlt két csoportkörbe benn ragadtak, azt hiszem. Tehát, hogy igen, de ők is kiestek velünk együtt az Európa Ligában, ez tény is való. Jó, de mi egy picsa könnyű csoportból estünk ki. Na mindegy. Ja. Mindig aki a Juventus ellen kis csapatként tündökölt, mindig az volt a BL aktuális meglepetés csapata, ezt már jó régóta figyeltem. Hát most ez körülbelül úgy, olyan, mintha most az Inter kiesne ebből a Benfica, Salzburg, Real Sociedad csoportból. Azért az blama lenne, tehát én örülnék nyilván, de az szerintem ezt nagyon nem fogjuk megélni. Hát igen, azt nem tudom, akkor erre a válaszom az, hogy nem. De kicsit visszakérdezek, hogy viszont egy EL-t vagy egy konferencia ligát szívesen néztél volna? Európa ligát még csak-csak, de ez a konferencia liga, hát nyilván leülök, megnézem, de tök őszintén azt gondolom, hogy nem nyertük volna meg azt se. Ezért érdekes, ezekről azt gondolom, hogy akkor érdemes részt venni benne, ha megnyerjük a végén. Csak ugye ezt tudod elő. Ja, igen. Azért a Bajnokok Ligájában jó akkor is, hogyha nem nyered meg, szerintem. Igen, igen. Hát jó, legalább... nekünk azért jó ott ülni még március végén, hogy leülsz egy Juventus, tudom én, Atletico meccset, most csak mondtam valamit, megnézni, egy oda-visszavágot, mert még ott vagy. Ez jó dolog. De most a konferencia ligával én tökre egyetértek, hogy azt lepasszolták, és azt mondták, hogy oké, akkor zárjatok ki. Az a lény, és most elutazunk Albániába, nem tudom, ilyen... Ja, meg szaros Budapestre, Fradi ellen, érted? Ilyen luxus helyekre elutazni, aztán ott játszogatni, nem tudom. Ja. Ez így, és hát most már kicsit elmentünk ebbe az irányba, de még azt azért hozzá akartam tenni, és hozzá is tartozik, hogy egyébként hát, ha kevesebb sérültünk lesz most így idén, azért hát, ha ez a kisebb keret végig tudja rendesen vinni ezt a szezont, ez azért lenne jó, mert ez az átigazolási időszakot akkor meg lehet úgy idealizálni magunknak, hogy jött Csuntóli, jelölt egy törzset egy csapatnak, amiköré építkezni fog, amint bejutunk a BL-be és megyünk tovább, meg lesz megint pénz, és akkor ez a törzs szépen növekedhet, és akkor úgymond kigaljasztuk és levágtuk róla a kocsányokat, meg elment a felesleg, egy tiszta, szépen álló törzsünk, és akkor ez meg növekszik. És ha ez így van, már pedig egyébként így néz ki, tehát, hogy eldöntötte, hogy elől hátul ki az, aki neki fontos, és akkor tekintsünk így erre az évre, hogy a törzsnek össze kell szoknia, és ha ez megvan, akkor könnyű lesz ráépítkezni, és akkor jövőre mehetünk tovább. Idén meg be kell menni a BL-be, nincs kérdés. Tehát meg azt látom, hogy most valahogy sikerült a sérülés átkot áttenni a Real Madridra, ezt nem tudom, hogy csináltok, de lehet, ki kellett lépnie ez a Superligából, de most hogy annyira jó, hogy most nem nálunk történnek ezek, hogy elveszted a kapusod egy egész szezonra, meg a top csatárodat, mit tudom én, hány hónapra. És most inkább az ellenkezője van, hogy akik sérültek voltak, azok szépen lassan kezdenek visszajönni,
Bár ugye mindig félő, hogy újból baj történik, de azért reménykedjük, hogy lefutunk egy olyan szezont, hogy ez nem lesz így. Igen, hát a világ fociára ilyen full globális rálátásom nincs, mert leginkább csak Juventust követem, de azt azért már követem 20 éve, és nem emlékszem, hogy ez alatt a 20 év alatt bárhol is lett volna kicsit is hasonló sérülés, mint ami évről évre a Juventust sújtja. Most ez a Real Madrid ez ilyen. Tehát ez az első olyan nagy csapattal megtörténő ilyen dolog, amit látom, hogy másra is megtörténhet, és az nem a Juventus. Nem örülök ennek, amúgy nyilván mielőbbi fellépülést ott mindenkinek, de arról, hogy nekünk ezzel milyen pehünk van, szóval erre nagyon érdemes odafigyelni. És akkor itt még, ha már itt járunk egy témára, rákötnék, ami előző podcastunk utolsó 9 perce volt tulajdonképpen, hogy Pogbát még se hívta be Deschamps. Lehet, hogy csak ott valami tényleg az lehetett, amit mondtál, hogy azért emberileg jó, hogy ott volt egy pár napot, együtt mozgott a csapattal, de játszani nem fog, hála a jó Istennek. Úgyhogy legalábbis futballmérkőzés közben most majd a válogatott szünetben nem lesz esélye megsérülni, és ezért halleluja, építgessük tovább. Azért megint, amikor pályára lép, azért ő ott van, tehát hát igen, van egy olyan láttad jelenléte, hogy hát ő ha tud játszani rendesen, ő azért egy Juventus szint, hogy de igen, egyébként szakössek. Igen. Tök ügyes volt ebbe a, nem tudom, 20 percet, 30 percet játszott, ezt nem is láttam, hogy mikor állt be, de az egyenlítő gól is egyébként tőle indult. Szóval jó lesz ő, ha megmarad épnek. Akarunk még bármit a távozókról, érkezőkről? Hát milyen érkezőkről? Hát a Giuntoliról egyébként egy mondatot még beszélhetünk. Ő szerintem ő még most transformálódik így a csapathoz, tehát így megismerte a közeget, megismerte az edzőt, megszokja a kis irodáját, a kis íróasztalát, beállítja a szék magasságát, megismeri a menzát. Szóval hát itt gyorsan kisöpört pár nevet, ráadásul nagy neveket is. Ez olyan, mint ahogy mondják, hogy börtönbe mész, akkor gyorsan van, hogy le kell pofozni a legnagyobbat, meg lefeküdni a legkisebbet, nem tudom ezt, hogy mondjam. Valami ilyesmit mondanak, hogy Giuntoli kb. Hát felmérte a helyzetet, hogy ki igen, megmutatta ki a főnök, gyorsan kicsapta. Az erőviszonyokat felmérte, és akkor most akkor neki látott, hogy akkor jó, mit akartok? Ezt akarjátok, hogy legyen pénz, vagy jó játékosokat akartok, mit akartok? És akkor elkezdtem kisöpörgetni, aki nem kell. Benne sokunknak azért tetszik szerintem, mert legalább ez egy koncepció mentén haladt. Tehát ebben látod, hogy mit akar elérni, úgy, mint sokszor a Juventus a pályán. Az is tetszene, ha bármi koncepciót rá tudnék húzni, de sokszor, hát igen, mert sokszor sajnos ezt nem látni. Az már nem, az sem volt előrevezető, hogy most idehoztál Emre Canokat, idehoztál kiket még várja, Arturokat, még milyen játékosaik voltak, esküszöm, most hirtelen nem jut eszembe. A jobb szélső Cancelo akkor itt volt, meg a Delikt, tehát hogy ezek nem vezettek ugyancsak semmire, akkor most megnézzünk ezt egy ilyen koncepciót, hogy hát ha ez vezet valamire, ha nem is egy-két éven belül, de 4-5 éven belül akár ebből még lehet valami. Igen, hát nagyon reméljük, hogy így lesz. Nem tudom, szerintem mást most már nem fog mondani a dolgokról, úgyhogy nem tudom, benned ragadt még valami? Nem. Ami szép kiköszönés, majd mondjuk. Magunk mögött hagyhatjuk ezt a csodálatos merkátót. Jövőre ígérjük meg, hogy magunknak is, meg a hallgatóknak is, hogy ugyanígy folytatjuk, és reméljük azt, hogy sokkal több mindenről fogunk tudni ténylegesen beszélni és örülni. Lesznek nagyobb átigazolások. Igen, jövő héttől meg, ha minden igaz, és jól tudom, jönnek a nagyobb terjedelmű zebra etető részek, amiben már többet fogjátok látni a csapat többi tagját is. Többek között szerintem az az Ádám is jelen lesz majd, akinek köszönjük meg ezt a napi UV-t erre a szezonra, erre a nyárra, mert ha még nem tudnátok, akkor ő csinálta nagyjából 90%-ban az egészet, amiért szerintem nagy taps illeti, hogy minden nap képes volt erre.
Igen, ezt én is ki akartam emelni. Meg fontos, hogy ezeket elvágjuk szerintem most az átigazolási időszak végeztével, tehát a heti beeltetőnek vége. Végigbeszéltük, de egyébként összefoglalva szerintem egy tök jó kezdeményezés volt, úgyhogy át tudom képzelni, hogy majd a téli átigazolási időszakban is csinálhatunk hasonlót, meg jövő nyáron abszolút. Úgyhogy ez egy jó kezdeményezésnek tűnik, szerintem megtartjuk. A napi Juve is nagyon jó pörgött továbbra is annak ellenére, hogy nem sok átigazolásunk volt azért idén, de én nem látom értelmét napi update-eknek átigazolási időszakon kívül. Nyilván jövünk majd cikkekkel, meg valamit kitalálunk, hogy ez hogy lehet, de ez az abszolút napi Juve, ez is a Mercatókra fog szorítkozni, úgyhogy két ilyen nagy rovatunk most elköszön, és jönnek vissza a rég megszokott dolgaink, úgyhogy úgy megyünk tovább. Úgyhogy jó kis nyár volt, nyomjátok be az Earth is Indent Fire szeptember című számát. Ha tudnénk ezzel kiköszönni, meg nem csapnál le a YouTube, lehet, hogy megkérnének, hogy Dedi rak bele. Én csak a fejemben mondom, hogy szépen legyen jó évetek, hajrá Juventus, sziasztok! Sziasztok! Chiesa, provasante l'uomo, Chiesa ce la fa il portiere, Chiesa, Bonucci la palla in rete, portiere dalla parte, Lovic, alla prima palla in Champions, la Juventus è in vantaggio!